Az Újpest meg a Kaposvár csapatát láttuk vendégül itt a Bozsik második fordulójában. És azt gondolom, hogy a 8 fél időből 4-ben kifejezetten jó teljesítményt nyújtottunk. Arra kell törekedni, hogy ne legyenek rövid záratok a többi játék részekben sem, és hát minél tovább fönn tudjuk tartani ezt a magas színvonalat, amit azokban a fél időkben nyújtottunk. A Kaposvár, illetve az Utah csapata ellen játszottunk az MLS délnyugati régiójának második fordulójában. Ugye múlt héten már volt egy forduló Pécset, ahhoz hasonlóan ugye itt is 4/4-re lett bontva a játékidő, ahol igyekeztünk minden játékosnak, sőt nem igyekeztünk, hanem kifejezetten figyeltünk arra, hogy minden játékos azonos játékidőt töltsön a pályán, illetve hogy mindenki minden poszton gyakorolni tudjon, kvázi éles helyzetben, ugye nem csak edzés szituációban. Összességében nagyon elégedett vagyok a srácok teljesítményével. Nyilván azt tudjuk, hogy ez a szeptember, ez náluk mindig így az iskola kezdésnek köszönhetően egy picit nehezebb időszak. Ez picit a hozzáálláson, illetve a koncentráció meg is látszott ezen a hétvégén. De összességében azt tudom mondani, hogy jó teljesítmény jutott. Két csapattal játszottunk az MLS második fordulós bajnokságában, ezúttal a Kaposvár és a Újpest látogatott hozzánk. Az Újpest ellen kifejezetten jó mérkőzést játszottunk, jó iram volt, magas színvonal, fordulatos, küzdelmes mérkőzés volt. Mind a két csapat törekedett arra, hogy kezdeményezően játszom, birtokolja a labdát, így ez egy nagyon hasznos erőfelmérő volt mind a két csapatnak. A Kaposvár kicsivel gyengébb játékerőt képviselt, így igazából mindig táltuk a tempót az ellenük történő mérkőzésen. Sokat birtokoltuk a labdát, szép támadásaink voltak, sok gólt szereztünk, és a védekezésünk is nagyon hatékony volt, nem kaptunk gólt a teljes mérkőzés alatt. 2-3!